Eszter a cukrászdában szívvel-lélekkel végzi a munkáját. Persze az esze is a helyén van. Így tájékozódik a jogairól és a lehetőségeiről, mielőtt Berci megszületik. Hogy a babás évek is édesek legyenek. Linda a munkát most 2 évre elengedte, de az alaposságot és az odafigyelést egy percre sem. Persze nem csak ezért várják vissza az irodába, hanem mert jogszabály rendelkezik a visszatérés lehetőségéről. Azért ez megnyugtató. És a nyugalom ilyenkor a legfontosabb. Nicole divatszabó és gyermeknátha szakértő. Az előbbit OK-n végezte, az utóbbiról viszont nincs papírja, de a gyerekek mellett beletanult. Még jó, hogy a vállalat rugalmas, így otthon maradhat velük, mert anyával gyorsabb a gyógyulás, a ruhák pedig időre elkészülnek. Andrea háztartást és autóbuszt vezet. Az utóbbit részmunkaidőben, ezért több ideje van Bencére. Az ifjú versenyző utálja a napközit, így együtt töltik a délutánokat, egy kis móka, egy kis tanulás, gördülékenyen. Csaba hiszi, hogy az edzések előtti közös gyakorlás hozzájárul Csenge sikereihez. Épp az irodából csapódott be cson nélkül. Mérnök informatikusként a munkája rugalmas, így megteheti, hogy segítse a kis bajnokot. A valóságban még ritka az ilyen, de a Profession azon dolgozik, hogy a kisgyermekes szülők élete minél hasonlóbb legyen. Célunk, hogy összegyűjtsük a lehető legtöbb olyan állást Magyarországon, amelyek kifejezetten a kisgyermekes szülők számára alkalmasak. Ismerje meg a részleteket a www.azemberioldal.hu felületen. Szakmai partnerünk az UNICEF Magyarország. Profession az emberért.